Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök január 14-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Nem csak az adott körzethez tartozók igényelhetnek oltást a házi orvostól. Pfizer vakcinával várja az oltakozókat a kettes körzet januárban. Ismét ösztöndíjjal motiválja az önkormányzat a helyi fiatalok sportolását. Érzékenyítő fotósorozat mutatja be a sérült gyermekeket nevelő édesapákat. Az Omikron vírus variáns megjelenésére való tekintettel kórházak és kijelölt járásközponti szakrendelőkben is rendszeresen jelentkezik oltási akciónap januárban. A gördülékeny munka érdekében a legfontosabb információkra hívja fel a házi orvos a figyelmet. Kórházi oltópontokon és szakrendelőkben is rendszeresen tartanak oltási akciónapokat 2022-ben. A megjelölt időpontokban igényelhető az első, az elmaradt második vagy a megerősítő harmadik vakcina. Mindenkit buzdítanék oltásra, mert azt veszem észre itt a körzetben, múlt hét szombat óta, az 8-a. 8-a óta exponenciálisan emelkedett a megbetegedettek száma, és tehát például kedden hajnalban 6:30-kor mi 35 beteget jelentettünk le, de minden nap 5-10-15 beteget, pozitív esetet találunk. Na most azt szeretném mondani, aki átesett koronavírus fertőzésen, és a gyógyulásától számított 4 hét eltelt, ő neki már meg tudjuk adni a harmadik oltást, vagy második oltást, vagy akár, ha még nem kapott oltást, akkor az első oltást. Hisz ha átesett a koronavírus fertőzésen, tudja, hogy ez milyen borzalmas betegség. Elmondom, hogy 2021. decemberében 2 páciensünket veszítettük el, ők sajnos lélegeztetőgépre kerültek, nem is voltak túlságosan idősek, igaz, hogy 60 éven felüliek voltak, volt krónikus betegségük, egyik egy agyvérzett betegen volt, a másik pedig inzulinos cukorbeteg, de ez az inzulinos cukorbeteg kifogástalan fizikai állapotban volt, és sajnos elvesztettük. Tehát mindenkit arra presszionálnék, hogy gondolja végig, tehát ez egy halálos betegség, ha eddig nem oltatta be magát, jöjjön oltakozni. Ha legutolsó oltását, mondjuk második oltását tavaly februárban kapta, akkor megint csak nagyon aktuális a harmadik oltás. Az egészségügyben dolgozók továbbá arra kérik az oltakozókat, hogy felkészülve érkezzenek a vakcina beadására. Legyenek szívesek hozni tajkártyát. Hozzák el a lakcímkártyájukat. Hozzanak egy fényképes igazolványt, hogy be tudjuk önöket azonosítani. Természetesen a hozzánk bejelentkezett betegeket ismerjük, hisz 33. éve vagyok házi orvos. A nem hozzánk tartozóknak egy fényképes igazolvány kell, ez lehet útlevél, lehet személyigazolvány, és lehet jogosítvány. Tessenek hozni, ha le tudják tölteni az internetről, a beleegyező nyilatkozatot. A beleegyező nyilatkozatra írják rá, ha kaptak első vagy második oltást, hogy mit kaptak és mikor kapták. Ha nem hoznak beleegyező nyilatkozatot, az sem baj, de nagyon jó lenne, ha hoznák magukkal a védettségi igazolványukat, mert a védettségi igazolvány QR kódjából ki tudom olvasni, hogy eddig milyen oltásban részesültek. Nagyon szépen kérem, hogy aki ide jön oltásra, csináljon önvizsgálatot, ne legyen náthás, ne legyen lázas, ne legyenek tulajdonképpen influenzás vagy COVID tünetei, mert bár arra van lehetőség, hogy itt csinálunk gyorsan egy COVID antigén gyors tesztet, de ezt természetesen mondjuk 80 embernél nem tudjuk megoldani, mert ez nagyon hosszú idő, ez az oltási folyamatot rettenetesen lassítaná. Tehát beteg emberek, akiknek vannak gyulladásos vagy influenza-szerű tünetei, tehát ízületi fájdalom, torokfájás, nátha, hőemelkedés esetleg, gyomorpanaszaik, akkor azok ne jöjjenek. Ha bármelyik oltással kapcsolatban volt valami súlyosabb reakció, azt kérjük nekünk jelezzék.
A házi orvosok a 18. életévüket betöltött személyeket várják első, második vagy harmadik körös vakcinára az előre feltüntetett napokon. A kettes körzet kizárólag Pfizer oltóanyaggal fogadja az előre bejelentkezett pacienseket január 21-én és 22-én. Miniszteri rendeletre 2022-től minden házi orvos havonta egyszer oltási akciónapot hirdet. Január 21-én és 22-én dr. Reisz Kornélia a kettes számú felnőtt körzetben Pfizer vakcinát biztosít az előre bejelentkezett Tatán és körzetében élő lakosok számára. A helye itt a rendelő, tehát Tata Fazekas utca 3 szám alatt. Nagyon szeretném, ha telefonon bejelentkeznének azok a páciensek, akik oltást szeretnének. Ezeket a telefonokat rendelési időben felvesszük. Ha nem érnek el minket, akkor nagyon szépen kérjük, hogy a Capricornus patikában kihelyezett dobozba egy kis levelet írjanak, hogy szeretnének jönni oltásra. Nem csak a kettes számú felnőtt házi orvosi körzetbe bejelentkezett embereket fogadjuk oltásra, hanem tulajdonképpen bárkit, bárhol lakik, bárkit. Nagyon szeretném, ha jeleznék előre, tehát pár nappal oltakozási szándékukat, mert akkor ennek megfelelően igényelünk oltóanyagot. Ha elfogy az oltóanyag, akkor ugye már nem tudjuk vállalni az oltást. Itt a rendelőben, mivel ez egy felnőtt házi orvosi rendelő, kizárólag a 18 éven felettieket oltjuk be. Itt a rendelőben 21 és 22-én Pfizer oltóanyaggal oltok kizárólag. Aki mást szeretne, tehát Modernát, Janssent, Sputnikot, vagy Sinopharmot, vagy AstraZenecát, ezek a páciensek, ezeknek el kell menni oltópontra, mert itt kizárólag Pfizer oltás beadását vállaljuk. Na most azt még nem mondtam, hogy pénteki nap, 21-én 14 órától 18 óráig oltunk, és szombaton pedig 10 órától 18 óráig. Na most ki kaphat Pfizert? Ezt bizton állíthatom, hogy szinte mindenki, de ha valakinek a Pfizer oltással kapcsolatban problémája van, azt itt mi meg tudjuk beszélni. Tehát elmondom, hogy aki Sinopharmot, egy vagy két Sinopharmot kapott, az is kaphat most Pfizert. Aki kapott Sinopharmot első oltásra, második oltásra teszem azt egy vektorvakcinát, tehát AstraZenecát, Janssent vagy Sputnikot, ők is harmadik oltásként kaphatnak Pfizert. Aki eddig két Pfizert kapott, kaphat harmadiknak Pfizert, és ugyanúgy, aki egy vagy két Modernát kapott, ő is kaphat Pfizert, és én ezért is választottam itt a Pfizer oltást. A másik pedig az, hogy azt vettem észre, hogy a Pfizer oltásnak van a legnagyobb védettsége. Mint azt a statisztikából tudjuk, két Pfizer oltás után körülbelül 45-50% a védettség, a harmadik Pfizer oltás után 88-90%. Nagyon bízom benne, hogyha így halad az oltás, és a kettes körzet ennyire aktívan részt vesz az oltakozásban, akkor mi 2022. júniusára ezt a borzalmas betegséget legyőzzük. Havonta bruttó 40 000 forint értékű támogatásban részesülhetnek a tatai sportolók, köszönhetően az Eszterházi Miksa Viator ösztöndíjnak. A pályázatra azon helyi egyesület fiataljai jelentkezhetnek, akik olimpiai sportágban válogatott kerettagok, és még nem töltötték be 30. életévüket. A statisztika szerint mintegy 4000 helyi lakos igazolt le valamely tatai sportegyesülethez. A 2021-es teljesítmények alapján idén 300 versenyzőt illet elismerésben Tataváros önkormányzata, de egy ösztöndíjjal is szeretné motiválni a sportolókat a város vezetése. Az Eszterházi Miksa Viator támogatásra március 15-ig nyújthatják be igényüket a 30 év alatti olimpiai sportágban válogatott kerettagok. Ennek az ösztöndíjnak a célja az, hogy a Tatán, Tatai Sportklubban edző és ott versenyző tatai fiatalok olyan támogatást kapjanak, ami segít abban nekik, hogy az elért eredményeiket, ami elsősorban az mutatja, hogy válogatott színvonalig jutnak el, válogatottá lehetnek és válogatottként sportolhatnak, válogatottságuk
megterhelő többlet kiadásainak a támogatására hoztuk létre. A célunk az, hogy ne csalják el őket más egyesületek. Folyamatosan hallom, hogy küzd Tatabánya is, hogy szeretné átcsalni a versenyzőinket, küzdenek budapesti egyesületek, nem is nagyon küzdenek, hanem egyszerűen szipkázzák a jó versenyzőinket. Tehát a cél az, hogy tartsuk itt Tatán azokat a kiváló tatai fiatalokat, vagy Tatán tatai sportegyesületben sportoló fiatalokat, akik válogatottságig viszik, ne kelljen elmenniük anyagi okok miatt máshova. Nem jut mindenkinek sajnos ilyen ösztöndíj, de a sport alapunkban, illetve a sport célra a költségvetésben félretett pénzünkben van arra is mód, hogy egyedi esetekben segítsünk valakin. Ezt is megtettük már az elmúlt időszakban, egy-egy versenyre való kiutazáshoz tudtunk segítséget nyújtani, vagy valamilyen különleges felszerelés megvásárlásához. Tehát ha valaki nem fér majd bele ebbe a keretbe, de mégiscsak megérdemli, akkor nekik pedig jó szívvel tudom azt is ajánlani, hogy egyedi kérelemmel forduljanak bátran hozzánk, és megpróbálunk mindenképp segíteni. Folytatta érzékenyítő online fényképkiállítását a helyi Vittöbre Alapítvány és a Tatabányai Első Lépéseket Támogató Alapítvány. A szervezetek tavaly debütáltak nőnapi sorozatukat, ahol sérült gyermekeiket nevelő édesanyákat kaptak lencse végre. A kezdeményezés sikerére való tekintettel idén az édesapák álltak kamera elé. 2021-ben Nő az anya mögött címmel mutatkozott be egy kiállítás, amely azokat az édesanyákat emelte reflektorfénybe, akik sérült gyermekeiket nevelik. A Vittöbre és az Első Lépésekért Alapítvány tovább gondolta a tavalyi sikeres kezdeményezést, így idén a szülők férfi tagjai ültek kamera elé. Meglepő volt, hogy volt, aki például magától azonnal jelentkezett, ez nagyon örömteli volt. Sokakat meg is kerestünk, akiket ismertünk, ugye mondjuk az édesanyáknak a férjeit. Volt, aki határozottan elutasított minket, és nem is tudtuk rávenni. Volt, aki óckodott egy kicsit, de aztán mégis belement, és voltak olyanok is, akik az utolsó pillanatban, tehát körülbelül 2 nappal a fotózás előtt mondták azt, hogy na jó, legyen, és ott voltak, és volt ezek közül is olyan, aki azt mondta a végén, hogy mennyire jó, hogy jött, ott maradt beszélgetni, tehát, hogy így tényleg abszolút pozitívval látta az egészet, és örült neki, hogy bevállalta. Nyomtatott formáját azt hamarosan elkészítjük, szeretnénk, ha az is Tatán lenne először kiállítva. Már van megkeresésünk Gödről, ahol volt a női kiállításunk is, oda szeretnék visszakapni a képeket a nőivel együtt. Már Szegedről is kerestek meg minket, Miskolcról, tehát, hogy így vannak helyszínek, akikkel egyeztetünk. A kezdeményezés célja az érzékenyítés, továbbá felhívni a figyelmet azokra az édesapákra, akik aktívan kitartanak sérült gyermekük nevelésében. Számomra szakemberként már eleve az Andival való kapcsolat, a közös munka és talán mondhatni barátság egy nagyon érdekes dolog, hiszen két külön oldalt képviselünk mi, ő mint szülő, én pedig mint szakember, és ez tulajdonképpen ez a párhuzam, ez az érdekes kettőség, ez végigköveti az egész munkánkat. Mindketten nagyon hasonló oldalról látjuk az ehhez kapcsolódó dolgokat, hasonlóképpen éljük meg ezeket az élményeket. Mégis egy kicsit mindketten mást viszünk ebbe bele, és mást veszünk ki belőle. A figyelemfelkeltő képek jelenleg még csak az online platformon elérhetőek, de már több felkérést is kaptak a szervezők a fotók nyomtatott bemutatójára, amely tárlat a tervek szerint Tatán debütálhat majd. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal ismételten bevezeti a már korábban alkalmazott védelmi intézkedéseket, így a maszkviselést, kézfertőtlenítést és a testhőmérést. Továbbá a hivatal dolgozói elsősorban az elektronikus ügyintézést kérik az ügyfelektől. Tájékoztatást a phkukac.tata.hu e-mail címen, vagy a 0634 588 600-as telefonszámon kérhetnek.
A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében összművészeti tárlatnak biztosít helyszínt az Eszterházi Kastély január 21-én. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az épületegyüttes kiállító tereiben különböző művészek biztosítanak műsort, amelyeket 30 fős csoportokban tekinthetnek meg az érdeklődők. Az előadásokról bővebb információt a 34-es körzet 589-555-ös telefonszámon és az info@tataivároskapu.hu e-mail címen kaphatnak. Következzenek péntek esti híreink még egyszer röviden. Nem csak az adott körzethez tartozók igényelhetnek oltást a házi orvostól. Pfizer vakcinával várja az oltakozókat a kettes körzet januárban. Ismét ösztöndíjjal motiválja az önkormányzat a helyi fiatalok sportolását. Érzékenyítő fotósorozat mutatja be a sérült gyermekeket nevelő édesapákat. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök január 14-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a körzet hírei következnek, majd archív felvételeinket láthatják. Friss hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!